Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este kis kunhalason. Örülök, hogy ennyien eljöttetek, és kezdjük a mai darma beszédet is a Tiszta Univerzum mantrájával, Om Nám hétszer közösen. Om Nám. Köszönöm szépen! Elgondolkodtál-e magadról, mint ember, nagy elvel? Nem mint egy én, nem mint egy párkapcsolat része, nem mint egy családtag, és nem is, mint egy jól definiálható társadalom vagy civilizáció tagja, hanem úgy, mint ember, nagy elvel. Mi az ember? Hogyha ezt megtaláljuk, akkor értelmet tudunk adni annak, hogy ezen a bolygón születünk és meghalunk. Ha megnézed, az egyik részünk a test, a másik részünk a lélek. Az egyik valahonnan ebből az anyagból, ebből a szerves, természeti lüktetésből jön, ezen a Földön. Apa és anya. A másik a lélek, amelyik felveszi ezt a testet ki tudja honnan jön, és ki tudja hová megy. Össze vagyunk gyúrva egy érzékszerviből, és valami egyébből, ami rálát, ami az érzékszervek fölött van. Van -e egy ember alatti világ, és van egy ember fölötti világ. Hova tartozol? Tudod-e magadban egyesíteni ezt a kettőt? vagy leszállsz az alvilágba, mert nem ismered, és ott ragadsz. Vagy felszállsz a felvilágba, a tátos lovon, és fennmaradnál, de nem tudsz. És rájössz, hogy mint ember, egy két világ kapujánál állunk. És bebocsátjuk a megszületőket, és elbocsátjuk az eltávozókat. Valójában nem értjük, hogy miért vagyunk itt, mert nem értjük önmagunkat sem. És hogyha magunkat egy picit jobban megismernénk, nem csak az előbb említett négy szinten, hanem a nagybetűs ember az önvaló szintjén, onnantól kezdve értelmet adhatnánk annak, hogy miért vagyunk mi itt, mint egyének, miért lépünk párkapcsolatra. Miért alapítunk családot, és miért formálunk társadalmakat és közösséget? Ezt a négy műveletet mi általában rossz szóval, ösztönösen tesszük, magyarul nem tudjuk, hogy miért, csak az eddigi mintázatokat, hajlamokat, sémákat követve. Mi a baj ezekkel az ismétlésekkel? Semmi baj nincs, csak a kérdés az, hogy ezt szeretnéd-e? Magadat, a világot, ilyennek szeretnéd-e? Így szeretnéd-e továbbadni a gyermekeidnek, az unokáidnak? Vagy pedig valami jobbat szeretnél, amiben kevesebb a szenvedés, és mondjuk több az, amit szeretünk, ami mondjuk boldogságot és megelégedettséget hoz. És a válasz erre minden épelméjű ember részéről az, hogy igen, mi ezt szeretnénk. Viszont a megvalósítás útja az több ezer éve egy kicsikét hiányos. Miért? Mert nem magunkon kezdjük. Tehát a világon, a másik emberen kezdjük, és elmondjuk, hogy téged miért szeretlek, mást miért nem szeretek. A világban számomra mi a jó és mi a rossz. Ezekkel a véleményekkel van tele a nyomtatott és a digitális sajtó nagy része. Ebben a könyvtárban rengeteg nézetet és tudást lehet föllelni. Mennyit változol ezek által? És kiderül, hogy vaj, mi keveset. Ahhoz, hogy te tényleg az ember szintjére az önvaló tapasztalatával fölemelkedj, ahhoz egy idő után kevesebb gondolkodásra van szükség, és ez a tudást bölcsességé érleli. Kevesebb érzelmi szélsőségre van szükség, és így az érzelmeid együttérzésé tudnak érlelődni. és talán kevesebb önző cselekvésre van szükség, és így tudunk segíteni másokon. A zen semmi egyebet nem tanít, mint hogy a vízcsepp hogyan tér vissza az óceánba. Hogy az ember hogy találja meg a helyét ezen a világon. Hogy találja meg az útját ebben a világmindenségben? Hogyan tudjuk az élet és halál körforgását valami egyébre fordítani, mint puszta ismétlés? Miért? Nézd meg a bajaidat, nézd meg a problémáidat, a traumáidat. Hogy működnek? Ismétlődnek. Egy trauma addig ismétlődik, amíg teljesen tudatossá nem válik. Egy magzat addig rúgkapál az utolsó napon, amíg aztán csak tolófájásokkal meg nem születik. Mert addig csinálja, amíg meg nem születik. Fordítva, ha csak ismételsz valamit mechanikusan, abból előbb-utóbb egy vakfolt lesz a tükrön. Ott elveszíted a tudatosságot, mert nem tudod, hogy miért csinálod. A puszta változatosság nem üdít föl, a puszta ismétlés nem tesz mesterré. Ha tudod, hogy miért csinálod, és közben te alakulsz, az ismétlések közben lefosztanak rólad az énséged, vakfoltjai, akkor helyesen jártál el. Akkor helyesen gyakorolsz. Ha csak a változatosságot keresed, és körbeutazod a Földet vonattal háromszor, és még mindig ugyanolyan vagy, akkor a külső változások elvakítottak. A zen tehát nem nehéz, csak hagyj fel minden olyannal, ami egy falat emel közéd és a másik ember közé. Határokra szükség van, korlátokra nincs. Egy egészséges személyiségre szükség van, képzelj el egy sejtet, amelyeknek sejthártyája, sejtmagva, egyéb sejtalkotói vannak. De egy betonfalú entitásra, amelyik el akar szigetelődni a környezetétől, arra nincs. A betonfal az az egoitásod. Nézd meg, hogy hány egyén tudott lényeges nyomot hagyni a Földön. Ők általában valamit tanítottak. Ezáltal alkottak. A másik csoport, akik valami nagyon erős rombolást, pusztítást vittek véghez, és ezért a hadvezérekre és a szentekre emlékszünk a legjobban. És ez azért furcsa, mert ezek mind férfiak voltak. És azokra az anyákra, akik életet adtak nekik, azokra nem emlékszünk. Arra a nevelésre, amit a saját apjuktól kaptak ezek az emberek, nagyon kevéssé látunk rá, pedig eszenciális, hogy ők hogy váltak ilyenné. Tehát ezen a földön kétféle házi feladat van. Az egyik, hogy hogyan, a nagy tanítók ezt az utat megmutatták, de kevesen járunk rajta. A másik a hogyan ne, az elképesztő énséggel bíró, pusztító hadvezérek, akik letarolják a félvilágot vagy az egészet, ők megmutatják, hogy hogyan ne. Ezt viszont követjük. Az összes túlélő, birtokló, egyéb énséges reflexeink pont ebbe vágnak bele, pont ezt az irányt követik. Ha aki okosabb és erősebb, mint én, hát akkor védelmet kell kérni, mert veszélyt jelent rám. Vagy tőle, vagy egy még okosabbtól, és még erősebbtől. Nézd meg azt, hogy a csoportjainkat, a társadalmainkat formáljuk, milyen alapelveket követünk, és rájössz, hogy a legmélyebb énalkotóink, a legkomolyabb félelmeink, ezek döntik el, hogy kire bízzuk az életünket. Intézményesen, társadalmilag, a csoportban. És amíg ez a tudatforma nem tisztul meg, addig ismételni fogjuk az egyéni, a páros, a család és a csoportos karmánkat benne az összes traumával, az összes megoldatlansággal, mert nem vagyunk hajlandóak ránézni se belül, se kívül. És ez a nem vagyok hajlandó ránézni, a nem akarom látni mondata, ez vezet a buddhizmus egyik központi negatív fogalmához az avidjához, a nemlátáshoz. A nem látás az úgy keletkezik, hogy te úgy döntesz, hogy nem akarsz látni. És amikor már az ebből következő szenvedésből elég volt, akkor meg akarod ismerni a szenvedés okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. És föláll a négy nemes igazság. És hogy haladsz az úton, egyre jobban visszaérsz ahhoz a pillanathoz, ahol te eldöntötted, hogy nem akarsz látni. És amikor ezt felszámolod, és meghajolsz az univerzum törvénye előtt, ezt hívják darmának, akkor kezdesz visszatérni az útra, aminek a jelzői nagyon egyértelműek. Mi emberek annyira megjósolhatóak vagyunk. Annyira világos, hogy szenvedéskerülő és boldogságkereső lények vagyunk. Egyet viszont nagyon kevesen hajlandóak, hogy kicsi fény gyújjon a tudatunkban, ezt hívjuk megvilágosodásnak. Térjünk vissza a lényekhez, ezt hívják egyévvállásnak. Vessük le illúzióinkat, ezt hívják felébredésnek. Ezek rokonfogalmak. Inkább azt mondanám, hogy sok-sok ajtó egy ugyanazon szobába. És hogyha meglátjuk ezen fogalmak közös eredetét, akkor azt is meglátjuk, hogy csak a tapasztalat által, a cselekvés által léphetünk ebbe az állapotba vissza. Minél többet gondolkodsz róla, annál messzebb kerülsz. Tehát minél több szakácskönyvet olvasol, és közben nem főzöl, annál éhesebb vagy. És ezért érdemes egy idő után kijönni a könyvtárba. Félretenni a könyveket és közvetlenül a tudatra irányulni, ugyanis ez a tudat, ami benned most figyel, ez teremti a szeretetet vagy a gyűlöletet, a boldogságot vagy a nyomorúságot. Ez a tudat dönt, hogy ő látva látni szeretne, vagy pedig elsötétül a saját és mások karmája alatt, és a világot okolja azért, mert olyan, amilyen. Tehát te döntesz. Éppen ezért a zen, az mint a buddhizmus egyik ága, az persze a világvallások, egyik nagy ágazatába sorolható, de az ábrahámita vallások mintázata szerint nem kultusz. Semmi olyan, ahol valamit vagy valakit imádni kellene, tiszteletet adunk, egy egész 78 generációs hagyományvonal előttünk van, magunk fölé emeljük igazi önvalunkat, ez tényleg a szerénység és alázat gyakorlata, de külső entitást imádni, azért, hogy ebből neked valami visszapattanjon, olyan nincs. Jó barátságban vagyunk a lét összes szférájával. A mahajána szerint a látható az az állat és az emberi. Ezt a kettőt látod. Az állat, bár néha intelligensebb, mint az ember, nem tudatos. Tehát nincs nyitva itt a homlok csakra, és nem mondta ki azt, hogy én. Néha jobb is. Most gondold el. Lenne egy ilyen Darwini fajok gyűlése, és akkor ott minden főemlős elmondaná, hogy az elmúlt 1500 évben az emberiség mit csinált. A kis kollektív tudatukból. És gondold el? Az ember viszont kilépett az édenkertből azzal, hogy kimondta, hogy én, és elkezdte megkülönböztetni magát a környezetétől és a másik embertől egyaránt. A probléma csak akkor van, amikor ezek a megkülönböztetések ítéletalkotásba torkollanak. Mert akkor aztán abszolút jót, abszolút rosszat, abszolút különbséget vélünk felfedezni magunk és mások között, és ezen az alapon alacsony és magas rendű filozófiákat, vallásokat, rendszereket hozunk létre. És ezek után nagyon gyorsan beáll a halál. Sokan elkezdenek meghalni. Mert nem vesszük őket ember emberszámba. És ezért úgy gondoljuk néhányan, hogy nem méltóak az óvásra, a szeretetre, a féltésre, hanem egy más típusú életet kényszerítenek rájuk azok, akik így gondolkodnak. Az állat alatti birodalom az ugye még rosszabb, és az ember fölötti az pedig még jobb. A mahaján a kettő-kettő ilyen szférát különböztet meg. Klasszikusan úgy hívják, hogy a démonok és pokollakók, ez az állatok alatti, és a félistenek és istenek, ez az ember fölötti. Ez a hat keletkezett világ. Ez azért érdekes, mert ha körülnézel az ázsiai nagy tanítások között, mindegyiknek van egy transzcendens kép az univerzumról. Én ezt úgy szeretem láttatni, hogy van egy rádiód, ahol mondjuk 80 és 108 MHz között minden van. Az összes hullámhossz aktív. De a rádiódat csak a 96 és 102 MHz közötti sávra hangolták be. Ez az ember és az állati. És az, az alatti és az a fölötti frekvenciatartományok zártak. Az érzékszerű fedettség, a ragaszkodás, a hamis azonosulások, az illúziók miatt. Ha gyakorolsz és lebontod ezeket a falakat, akkor tapasztalod a kiterjesztett hullámsávot, tehát a 80 és 108 MHz közötti teljeset. Létállapotokat szeretnék megkülönböztetni, és nem tündérmeséket tanítani neked. A létállapotok azért fontosak, mert bennük kódolódik a saját identitásod, az érzelmeid, a gondolataid, a beszéded és a cselekedeteid által. Ha te folyamatosan depresszív állapotban vagy, akkor úgy érzed, hogy a pokolban vagy. Mert nincs energiád, és a karmád leural, és éksz a saját karmád katlanában. Legyen az egy negatív önbecsülés, egy bűntudat, egy lelkismeretfurdalás. Minden, ami energiát veszít, tehát depresszív, ez ember alatti és néha állat alatti létbe tudja taszítani az embert. Ezt azért hangsúlyozom, mert a hat világ tulajdonságait ebben az emberi testben át tudod élni. Amikor valaki folyamatosan bűnelkövető, az rosszabb a démonnál, mert csak ártani tud. És a tudata arra áll be, hogy ő ártson, és a büntetés az pedig egy szükséges velejárója. Láttam ilyen embert, úgyhogy ő már akkor rácsok mögött volt, én pedig egy program keretében a Csillagbörtön nevű büntetésvégrehajtási intézetben taníthattam meditációt. És találkoztam ilyen emberrel, aki az életformája, fő a vagyon elleni bűncselekményeket tette. És ez az ember tudta, hogy ez mivel jár, és nem volt hajlandó változni, mert neki ez lett az élete. Ő ezt szokta meg, ő ezt akarta, és ezt az identitást vitte magával. Elképesztő okos volt. És megpróbáltak kézből kontrázni a négynemes igazság működését, és hogyha valakire a bölcsesség nem hat, erre emlékezz, akkor próbálj meg az együttérzéssel hatni. Ugyanis én akkor azt visszakérdeztem tőle, hogy világos, hogy te ezt nem fogod föl szenvedésként, amit teszel, de most légy szíves, tedd magad az áldozatait helyébe. És erre a válasz az volt, hogy ő tudatosan és szándékosan ezt a nézőpontot soha nem veszi föl. És a pokolbéli állapot az semmi más, mint az együttérzés hiánya, nézd meg. Tehát itt lehet nyakon csípni, hogy lesz akármilyen okos, de hogyha az együttérzés elleni magatartása fegyvered, akkor ilyen vastag egó kérged van. Nem mered látni azt, amit a másikra gyakorolsz mint hatás. Följebb lépsz, mint ember. Ott van a félisteni és isteni állapot, ami egy kifejezett energikus, boldog, érzékszervekhez lazában kötődő állapot. A félisteneknek még van energiateste, lásd védőistenségek a mahajánában. Az isteni világ pedig ott fölül szinte nagyon finom energiállapotokból és ilyen fantasztikusan boldog tudatállapotból áll. Ezt is tapasztalhatod emberi testben, csak nagyon ritkán, nagyon feltételhez kötött ez a lét. És ez a hat keletkezett világ azért érdekes, mert egyik része sem menedék. A hat keletkezett világ minden egyes rétege a születésnek és halálnak alávetett. Egy régi hindú mítosz szerint, amikor a mennyei tűz körül ülő istenség látja, hogy a fején lévő koszorún elhamvadtak elhervadtak a virágok, akkor tudja, hogy ideje a földi testben való újra születésnek, és lejárt az istenség karmája, és ismét embernek kell lenni. Ezt azért mondom, mert a tudatod az megjárhatja ezt a hat világot föl és le. Tudod, hogy mind múlik? Hogy most mit gondolsz? Most mit érzel? Most mit mondanál? Most mit teszel? Ezért mondja a zen, hogy ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat elsötétül, minden elsötétül. Amikor úgy érzed, hogy nagyon nyoma a világ, és senki nem ért meg téged, és csak a baj van, akkor erre emlékezz, hogy valójában a saját tudatodon múlik. A saját jelenléteden múlik, a saját tudatosság szinteden múlik, hogy hogyan tapasztalod ezt a világot, és hogyan teremted meg újra, és újra, hogyan teremted meg pillanatról pillanatra mindazt a karmát, amit te később identitásként megkötsz, beteszed a hátizsákodba, viszed és követed egyszerre. A zen, illetve a mahajána egy olyasféle birodalmat is megjelöl, ami az úgynevezett születés- és halál küszöb fölött van. Ez a hat, amit említettem, ez egy olyan uh, világ, vagy világrész gyűjtemény, hogyha földobsz egy követ, valamelyiket eléri a hatból, de az visszaesik. Tehát a tudatnak nincs elég energiája ahhoz, nincs elég tisztasága ahhoz, hogy a születés és halál körforgását meghaladja. A legmélyebb pokolból is ki lehet kerülni, de oda vissza is lehet kerülni, a legmagasabb isteni állapotot is el lehet érni, de onnan vissza is lehet zuhanni. Viszont van egy olyan energia és tudatállapot, amely ezen küszöbb fölött van. Ez ahhoz a rakétához hasonlítható, amiben annyi, de annyi üzemanyag és olyan tiszta vezérlés van, hogy el tudja hagyni a föld vonzás körét, és pályára tud állni a föld körül. Ennek a küszöbnek a túloldalán négy nagyon fontos attribútum vagy aspektus van. Az egyik a hallgatók birodalma. Meg kell tanulni az állandó beszéd és állandó fogalomalkotás helyett hallgatni és figyelni. Tehát aki nem tud hallgatni, az nem tud tanulni sem. A második az önerőből megvilágosodottak. Az önerőből megvilágosodás azért fontos, mert helyetted ezt a munkát senki nem végzi el. Tehát az önerő itt nem valamilyen pályázatnak a saját 25%-a, a teljes önerő itt a tiéd. Oké? Okay? A harmadik a bóthiszatvák, akik úgy fordíthatók így magyarra, hogy a megvilágosodottan visszatérők, akik azt választják, hogy a felébredést visszahozzák a földre. Amilyen szintet elértek az előző életükben, azt a bardóban kicsit lesuvikszolják, és már jönnek is újra, amikor eljött az ideje, hogy újra segítsenek az embereknek elérni a felébredést, és egy méltó életet élni, és egy félelemtől kevésbé terhelt halált halni ezen a földön. Tehát ők már az akarattal, a szándékosan újra születők. Nem a hadbirodalom azon része, ahol még a kő visszahúz, ahol a hátizsákod még nehéz, és bár mennél, de kényszerűen egy új testet veszel fel. Hanem egy olyan vállalás, ahol te már szabad vagy, de a szabadságot felelősséggel párosul, ezért úgy döntesz, hogy a hátrahagyottak miatt egy újabb testet veszel föl, találkozol a tanítóval, eléred a felébredést, és újra segítesz minden lénynek. Ez a tíz nagy szerencse közül a négy legfontosabb. Emberi testbe születni, találkozni egy éles szemű tanítóval, elérni a felébredést, és újra segíteni minden lénynek. És a negyedik, ezen küszöbb fölött, a buthák birodalma, ők már nem születnek le, hanem a tudatuk már anélkül is tudja mindezt a tevékenységet, sok-sok világban, sok-sok féle életformában. Ez a 6 plusz 4 együtt a mahaján az ember a tíz irány. Ezt olvashatjátok nagyon sok szútrában, nagyon sok értekezésben, hogy a tíz irány összes buddhája miért. Mert minden egyes szinten kell valaki, aki tudatos. Aki annak a színnek a lakóit felébreszt, hogy pontosan most milyen helyzetben vagy. Pontosan most milyen világban élsz. Hogyha változtatni szeretnél rajta, mik a feltételek. És most ezen a helyen, Közös dolgunk az, hogy ráébredjünk arra, hogy az emberi világban élünk, az állat fölött és a félisten alatt, és egészen biztosan a születés és halál kényszer küszöbén belül. Nem ezen kívül. És az én nyitó kérdésem, amire nem most válaszolj nekem, hanem később válaszolj magadnak, az az, hogy mennyit vállaltál ebből a születésből, és mennyi a kényszer. Mennyit érzek kényszeresnek az életedből, amit meg kell csinálni, de nem szeretnél? Olyan emberi kapcsolatok, akik körülvesznek, de nem szeretnéd. És minél nehezebb a karmád, minél kevésbé ébredtél rá önmagadra, annál több a kényszer, annál inkább panaszkodsz, annál inkább a véletlenek áldozata, vagy annál inkább történnek veled a balesetek. És minél inkább vállaltad ezt a létet, tudatosan, nem önközpontúan vetted föl, annál inkább a törvényjel, a darmával egyé válva teszed a dolgodat, és te eltűnsz benne, mint csepp az óceánban, és így az óceánnál válsz. Ez nem a minden mindegy állapota. Ez annak az állapota, hogy az ég kék és a fű zöld. De ez nem az én véleményemtől függ. Tehát az igazság az véleményfüggetlen. És a következő lépés a helyes működés. Ez pedig az, hogy ha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ez amennyire egyszerűnek tűnik, annyira nem valósul meg akkor, amikor te a másik személynél jobban tudod, hogy neki mire van szüksége. És ő már majdnem szomjan pusztul, de még te mindig egy hidegtálat nyomsz az orral, egy egyél kedves. neked valójában enni kéne. Te nem szomjas vagy. Néha nagyon-nagyon. Tragikusan, komikusan, jobban tudjuk, mint a másik ember. Jobban akarjuk tudni, mint a világ. Meg akarjuk mondani a fának, hogy hogy nőjön, a folyónak, hogy hogy folyjon, az égnek, hogy felhős legyen, vagy nem. Ez az a mérhetetlen arrogancia, ami az emberbe be van építve, hogy én nem csak tudom, hanem én jobban tudom, sőt én mindenkinél jobban tudom. És ez a szenvedés kezdete amikor a jobban tudomba bele akarom erőltetni a világot és a másik embert. A társamat, a családomat, a népemet bele akarom erőltetni, abba, hogy én mit tudok róla. És akkor vérzik a cipő. Hamupipőke nővérei nagyon hamar rájöttek, hogy ők nem fognak ebbe a cipőbe, kis topánba beleférni. Mégis vágták a sarkat meg az újat. Mikor jön rá az emberiség, hogy az elgondolásunkba a világ nem fog beleférni? A természet nem úgy fog viselkedni, ahogy mi azt mondjuk, parancsoljuk, vagy szeretnénk. Tehát sokkal nagyobb alázattal és szerénységgel kéne figyelnünk, és egyé válnunk, és tisztán látnunk ahhoz, hogy valóban megtudjuk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt, milyen világban élünk, és mi a dolgunk. Úgyhogy, ha ebben segíthetek, akkor kérdezzetek, mert az entanítónál az egyenlet az, hogy ha kérdezel, én válaszolok. De ha nem kérdezel, akkor nem. Kinek van kérdése? Hogyan tudok a, azon túllépni, vagy azt meghaladni, hogy gyakran kapom magamat halogatáson? Tehát ez szinte napi, napi szinten szembesülök vele, hogy mindent, ameddig lehet, addig odázok. És a gyakorlásban is ez hátrátat. Légy szíves, írj magadnak egy levelet, és adj föl postán, hogy az kézbesüljön. A levélen egyetlen mondat legyen, nyomtatott betűvel, a végén felkiáltó jellel. Ez a mondat így szól: Ma meghalsz. Ha ma meghalsz, akkor már halogatni nincs mit. És mielőtt ez megtörténik, tegyél meg mindent, amit kell. Miért? Mert valójában a születés és a halál ez ébreszt föl. Tehát ha ez a mondat nem megy, akkor ajánlok egy sokkal békésebbet, valaki ma megszületik. Nem lehet halogatni, ő jön. Ha nem ma, akkor egy hét múlva, egy hónap múlva, de valaki ma megszületik. És hogyha halogatsz, akkor az a születés úgy történik, hogy nincs főkészülés, nincsen semmi, úristen, kipottyant. A halál ugyanez, úristen, elment. Vagy én mentem el úgy, hogy nem tettem meg azt, ami még az életembe beletartozott volna. Tehát ilyenkor szoktak megvásárolni a biológiai szertárt kiegészítő boltban egy ilyen halálfejet, és oda teszik az asztalra, és minden nap így ránéznek, hogy hello. Holnap én olyan leszek, mint te. Hát igazából akármilyen emlékeztetőkkel használt. Van egy ilyen zen mondás, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon, élet vagy halál. De ami visszahozza a pillanatba, az a tanítód. Milyen erős tanítóká? Döntsd el. Egyéb kérdés? Én egyre többet abba ütközök bele, hogy mindig meg akarják mondani nekem, hogy mit csináljak. És egyre többen. Tehát ez, ezt hogy tudom én ezt Meg sem merek szólalni, hát képzeld el, ha én is megmondanám. Hát... Hogy nálam ez egy lépésből mat. Tehát olyan kérdést tettél fel, hogy itt abba fogom temetni a tudatlanságon. Hogyan segíthetek, mond? Hát ezt nem tudom. Én sem tudom, mert ha megszólalok, hiba. Ha nem szólalok, meg az is hiba. Kik azok, akik beleszólnak az életedbe, mondjad. Nem mondd, hogy mindenki, akkor sírok. Nem? Hát inkább olyan emberek, akik nem is ismernek. Nem így van. Nem. Akik egyáltalán nem ismernek, azoknak, te egy ilyen biodíszlet vagy az élet színpadán, és nincs között hozzájuk, és nekik sincs közük hozzád. Akik felületesen ismernek, na azok akarják megmondani a tutit. Akik nagyon jól ismernek, azok tudják, hogy veled ez lehetetlen, és így nem szólnak bele az életedbe, de ebből kevés lény van a Földön. Így van? Így, igen. Jó, akkor én azt javaslom, hogy kezdjél nagyon hamar megérteni másokat. És akkor olyan helyzetbe kerülsz, hogy olyan emberekkel találkoz, akik ugyanezt elkövetik veled. Az első, legnagyobb orvosság, hogy te nagyon elkezded nézni, hogy te ne mondd meg másoknak, hogy mit csináljanak. Még véletlenül sem. Mert általában ezt így átláthatatlanul így kipökjük a világra, utána azt visszakapjuk onnan, na azt már érzed. Tehát azt bocsásd a világra, amit onnan vissza szeretnél kapni nincs rossz társaság. Hasonszörűek közé kerültél, biztos lehetsz benne. Csak nem vetted észre, milyen karmát követsz. Hát ezért kell nagyon szépen csendben meghallgatni a többi embert, és amikor a te tiszted az, hogy megszólalj, akkor kérdezd meg, kíváncsi vagy rá? Meg szeretnéd hallgatni? És akkor mondod, ameddig az érdeklődés fennáll. Ha beleszól, ha belevág, rögtön elhallgatsz. És így nézed. És akkor egyszer csak rájön, de addig hallgatsz. Nagyon-nagyon komoly munka a hallgatás, a figyelés. Aki állandóan csak beszél, az nem veszi észre, hogy nem csak fölfedi azt, amit nem kéne, hanem állandóan gyenge pontokat mutat. Állandóan figyelmet kér, állandóan megértést kér, állandóan őt fogadják el, szeressék, stb. stb. Ez a kiszolgáltatottság ne továbbja. A nulladik típusú gyakorlat egy magányos séta a természetben. Itt a tó. Tessék nagyon sokszor körbesétálni hajnalban és késő este, nagyon kevesen lesznek ott. És a természettel való intelligens és beszéd nélküli együttlét nagyon sokat segít. Miért? Mert az emberek nagy részével ez fordítva van, unintelligens és szétfecsegett együttléteink vannak. Mondanak egy csomó dolgot, de nincs se füle, se farka, se értelme, se haszna. Az egész arról szól, hogy figyelj rám, érts meg, fogadj el, és elveszem ezért az idődet, meg az energiádat. És ez itt véget ért. Így kell, hogyha szemléled, így kell szemlélni, és akkor nincs csalódás. Nyugodtan föltehetsz ilyen kis erősítő kérdéseket, hogy valójában mit akarsz mondani, mert eddig csak a szád járt. Ezt óvatosan, mert nagyon sok ember egoitás, ezt nem bírja ki. Locsog, fecseg vég nélkül, és amikor rákérdez, hogy most mit akarsz mondani, miért kérdezel ilyeneket? Hát talán ideje. Ideje, hogy ilyet is haj, nem csak azt, hogy milyen okos vagy. Jó? Egyéb kérdés? Szeretném kérdezni a menedékről, hogy kinek mi a menedék, vagy, vagy kapcsolatban. Mókusnak az odú, a jeges medvének a sarkvidéki tél. Igen, 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 ezt így értem, de Mégis egy kicsit bővebben. Milyen menedéket szeretnél? Vastag falut, vékony falut? Miért? Nem, mi szoktuk hallani, hogy a menedék. Az. Hogy kinek mi a menedék? Mielőtt mi szeretnél menedéket lenni? kérni? Na, ez jó kérdés. Ez A, a karmája válogatja, ugye? Milyen szeretnél menedéket kérni? Sok minden. Jaj, te havas be, de csak egy kicsit, a nagy beavatást nem szeretem, a kis beavatás elég. Tessék. Hát a belső énem, a belső énem, hogy uh, van, mikor nem vitázok vele. Vitázol a belső énet, igen, igen, igen. Elmondod, hogy mi vitázik a belső éneddel? egy másik belső én, vagy egy külső? Nem tudom. Hí? nagyon jó. A nem tudom, az nagyon jó. Ez a menedék. Amikor ilyen felesleges gondolkodás van a karmának a vég nélküli áramlása jobbra-balra, hogy visszatérsz erre a pontra. Ez a nagy nem tudom. A kis nem tudom azt, hogy hm, hm, nem tudom. Ez a kis nem tudom. Ez az információhiány. Ez a pont, ez a dualisztikus gondolkodástól való mentesség, ez a nagy nem tudom. Ez a nem tudom, ez olyan erős, hogy minden dualitást visszanyel. Olyan, mint egy szupererős mágnes, ami ez minden vasdarab hozzáragad, és nem mozdul. Ezt hívjuk erős középpontnak. A menedék az a saját és mások dualisztikus karmájától kell, de ez nem elbújás, ez nem egy atompajzs, ez nem hat méter vastag ólomfal. Okay? Ez a menedék annak a pillanatnak a tisztasága és annak a tudatnak az ereje, amivel látod, hogy most épp mi történik, és nem mozdulsz bele. Félelem és remény nélkül tisztán látva, tisztán halva átéled, és a helyzet függvényében kapcsolódsz hozzá, és működsz benne. A köztes lét négy állapotában, amely a körforgás része, nincs menedék. Ami látja ezt a négyet, abban van. A világ összes okosságában és érzelmességében nincs menedék, de ami teremti ezt, abban van. A keletkező és megszűnő világ egyik jelensége sem stabil, változtathatatlan és abszolút. De ami ezt látja és teremti, az nem abszolút vagy relatív. Az nem keletkezik vagy megszűnik. Ebben menedéket tudsz venni. Ezért kell gyakorolni csak a tapasztalatod, az egyévválás, a felébredés tapasztalata hozza meg a menedéket, semmi más. Minden egyéb jó esetben oda vezet, akár úgy, hogy megtanítja, hogy hogy csináld, akár úgy, hogy megtanítja, hogy hogy ne csináld, hogy ilyet többet nem. De igazi önvaló tapasztalata az egyetlen menedék. Köszönöm. Szívesen. Sokszor mondjuk a mai világban, hogy korszakváltó időszakot élünk. Én azt szeretném megtudni, hogy amennyiben ezt az évet úgy is tekintjük, mint a nőknek az évét, és azt az évet, amikor elmondom miért mert hogy egy energetikai ö, egyensúlytalanság van jó ideje ö, társadalmilag és mindenféle szempontból a nők és a férfiak között, tehát egyfajta maszkulin irányításban működik a világ, maszkulin energiamintázatban, energi, energia túlsúlyban működik a világ. Ennek a helyreállításában milyen, milyen jövőképet lát ön, illetve milyen szerepe van gyakorlatilag a nőknek és a férfiaknak e tekintetben, hogy ezt a, ezt az egyensúlytalanságot a helyére lehessen billenteni? Először szőkehaj, aztán barna haj, aztán Igen. őszhaj, aztán nincs haj. Eredetileg nincs múlt, jelen és jövő. Ezt mi teremtjük? És hogyha észreveszünk az egyensúlytalanságot, akkor vissza kéne térni az egyensúly állapotba. Tehát a világ az nem női vagy férfi éveket ünnepel, hanem egyik vagy másik gondolkodásmód, érzésmód, cselekvésmód, beszédmód túlsúlyba jutott. A világ az sosem tudott egyenletesen áramlani, mindig ilyen színusz görbéket írt le, és hogyha megnézed mondjuk a keresztény eszkatológikus tanításokat, különösen úgy Krisztus után 800 és 1500 között, minden egyes évtizedre jutott egy aktuális apokalipszis. Tehát mindig volt valaki, aki megmondta, hogy most lesz vége. Most lesz a korszakváltás. Most megyünk oda föl, most lesz a második eljövetel. Nem jött, nem lett, nem mentünk, maradtunk. És a korszakok ott kezdődnek és végződnek, ahol te szeretnéd. Mégis jönnek időnként manik, meg Jézusok, meg buthák. Most manik ö... is jönnek? Milyen pénzben? Tehát... <laughs> Igen, értem. Tehát ön szerint most is vannak itt közöttünk esetleg olyan nagy tanítók, akik esetleg egy teljesen új kulturális, illetve vallási időszaknak a kibontakoztatásának a hírnökei? Ha látnál egy ilyen nagy tanítót, mit tennél? Megismernénk? A nagy tanító erre azt mondaná, hogy ne engem ismerj meg, hanem a tanítást. Erre mit mondasz? Ez teljesen természetes, nyilvánvaló, hogy uh -huh. a szellemiség a lényeg, és nem feltétlenül a személy. Gyönyörű. Mindig, Gyönyörű. mindig is a szellemiségek harcoltak egymással. Nem, a személyek harcoltak egymással. Ez szem... nagyon fontos. Szellemi háborúban a személyek harcoltak egymással, és valójában a szellemiségek között egyfajta döntési joga volt az embereknek, hogy melyik úton induljanak el. Ön szerint most... Van egy, létezhet olyan szellemi irányzat, ami a, a, vagy létezik egy olyan szellemi irányzat, ami most ö, napjainkban bontakozik ki, és ö, jelentős hatást fog gyakorolni a későbbiekre? Valójában mire van szükséged? Az életre. Az megvan. Akkor, az, ö, akkor úgy fejezném ki talán, hogy ennek a társadalmi felismerésére, hiszen... Ó, ö, a sajátodról beszélj. Nem így értem, hanem most, amikor megalkotott egy társadalom egy olyan kifejezést, mint például a természetvédelem, akkor eljutottunk odáig, hogy valamitől, magunktól meg kell védenünk, legalábbis így gondolják az emberek, meg kell védenünk a természetet. Ez azt jelenti, hogy a társadalomnak egy része, és most emberiségről beszélünk, nem egyéről, Ö, hogy úgy mondjam, veszélyessé vált a természettől való eltávolodása révén magára a természetre. Ö, hogyan kezeli ezt valójában a zen? A zen nem létezik. Emberek Igen. léteznek, akik zent gyakorolnak, Igen. és a tan 2500 éve nyilvánvaló. Jézus tanítása 2000 éve nyilvánvaló. Bóthi leszármazási vonala 1500 éve útnak indult. Soroljam, minden tanítás elérhető. Csak ha ezeket a könyveket jól kiválogatod és elolvasod, az összes világvallás ebben a könyvtárban valamilyen formában jelen van. Az emberiség tragikus állapota az, hogy nem végzi el a házi feladatot. Mit gondolsz, miért nem jön egy újabb, hatalmas, laóce, Jézus, butha, miért nincsenek újra ilyenek? Azért, mert nem végeztük el, a ránk szabott munkát. Nem oldottuk meg a házi feladatot. Ha te egy osztályt nem jársz ki, nem léphetsz felső osztályba. Ekkéne végezni a házi feladatot. Több évszázada, több évezrede tudjuk. Amíg ez nincs meg, addig ismétlünk. Következő kérdés. Ha a családi karma tekintetében gondolkodok, akkor ha van ikertestvérem... Hát úgy tűnik, igen. Akkor, akkor, az... Jó, tudom, hogy mit jelent, de hogy... Tényleg? De akkor hát, én mit vagy hogy milyen érzés, hát ezt is nincs tudom. Nincs ma este. Hát vagy akadémiai székfogalók vannak, vagy tökéletes családi karmák. Hát hall, hallgatlak. De hogy, de hogy ez mégis mit tanít, vagy Kérdeznek Kérdezd meg, meg az Iker Az első és legnagyobb kérdés, mert az ön ugye kérdésekkel operál, a legelső és legnagyobb kérdés egy ilyen karma esetében, az Iker testvérem és én azonos vagy különböző? Mert hogyha azt mondod, hogy azonos, hiba. Ha azt mondod, hogy különböző, az is hiba. Következő kérdés, miért egy anya születtünk? beszülettünk? Mi ez az eszméletlenül szoros karma, ami ilyen szinten egymás mellé rendel minket? Ez nem jó vagy rossz, ez az egymáshoz tartozásnak egy nagyon speciális foka. Még nem is a legszorosabb, mert szerencsére nem ilyen háttal összenőve születtetek, mert az még szorosabb. Két lélek, egy test. Itt két test, két lélek, de eszmetlenül hasonlít, úgy arcban legalább. Tehát miért születtünk egy anyamébe? Közös meditációk hetekig, hónapokig tarthatnak, mire erre megnyugtatóan rájössz. Ha pedig már mindez valahol harmonizálódott, akkor mi a dolgunk? Mi a közös dolgunk? Úgyhogy ezek, ezek nagyon jó kérdések ahhoz, hogy tovább lépes. És? Nem mondok többet. Azt hiszed, hogy elmondom a tutit? Hát ne, nem arról vagyok híres, külön, hogy tízezrek állának sorba a tutiért, én pedig mennék a pokolba. Uh -huh. Ezek a kérdések, ez az indító. Aztán majd legközelebb találkozunk, és elmondod, hogy mire jutottál. Tatok. Ezekre keressük, mi is igen. Helyes. Na most a meditációs módszert az egyébként élő, mozgó és jól működő kiskunhalasi meditációs csoportban itt lehet gyakorolni hetente egyszer. És én javaslom, hogy közös meditációval is tegyétek ezt, meg két személyessel és egyénivel is, és akkor a tudat nagyon tiszta lesz, és nagyon jól látod a kérdésekre a választ. Ez meg kell tanulni a technikát, rendszeresen kell járni, és akkor letisztul a tudat annyira, amennyire kell. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én vezetői pozícióban dolgozom, egy termelőegység vezetése a munkaköröm. Nyilván nekem több szempontból meg kell felelnem, tulajdonosi körnek, főső vezetőségnek, és nem utolsó sorban a dolgozói állománynak is, hogy hatékonyan tudjunk termelősi folyamatokat ugye végigvezetni. A kérdésem az lenne, nagyon sokat dolgozom azon, hogy megtaláljam minden embernél, ki mire a legalkalmasabb, ki alkalmas összetett feladat elvégzésére, ki nek kevésbé korlátozottabbak a képessége, és ne kérjek tőle olyan dolgot, ami esetleg számára nehézséget okoz. De minden ember más. Nagyon nehéz úgy közösséget építeni, hogy aki kevésbé lelkiismeretes, ne használja ki a helyzetet, korrekt maradjon az ember mind minden tekintetben. Hál' Istennek azt mondhatom, hogy a gyakorlat azt mondja, hogy azért a nagy többség ezt, a, ezt az odafigyelést értékeli, de mindig vannak a közösségben olyan emberek, akik visszajönnek az emberséggel, a tisztelettel, a korrektséggel, és ezt próbálják kihasználni. Mi lehet, vagy mi itt a közösségépítés szempontjából a, helyes, tudatos cselekedet. Az írott és idatlan törvények kimutatása. Az írott törvények polgároktól kezdve az alaptörvényig, a munkaköri kötelességekig, az aláírt szerződésig betartandók. Erről szeretünk elfeledkezni, és valami személyes kis felmentést kérni, vagy a főnöknél bevágódni, egy kicsikét lazább legyen a történet. Itt már bukik minden. És az írott még egy könnyebbik verzió, mert ott van egy nyelv, egy közös nyelv, amit mindkét fél ugye elolvasott, és mint akaratukkal megegyezőt aláírt. Ezt újra kell néha olvasni. De ennél sokkal nehezebb az úgynevezett íratlan törvény, és az íratlan törvény az, amit nem lehet nélkülözni, mert ha kimondom, akkor is működik, ha nem mondom ki, akkor is működik. Tehát tessék az iratlan törvényeket tudatossá tenni az adott pillanatban, amikor úgy látszik, hogy valaki nem érti, és visszaél vele. Visszaél a türelmeddel, a tisztánlátásoddal, a lehetőségekkel, és ekkor egyetlen egy kérdéssel vissza kell téríteni az illetőt a megfelelő nézőpontba, és ez csak a nézőpont. Nem mondod meg, hogy mit mondjon, vagy tegyen, de a nézőpont az, hogy miért vagy itt. És hogyha elmondja, akkor kiderül, hogy neki milyen önérdeke szennyezi ezt az egészet. Tehát, hogy ő neki a munkája által mi jut, hogy kell viszonyulni a többi emberhez, hogyan segítheti a közösséget, hogy a közösség is segítse őt. Ezek írott és íratlan formában egyaránt megvannak, de az embereknél nagyon gyakran ez nem világos. Tehát világossá kell tenni, miért vagy itt? Jó, elmondta, Felismered a helyzetet? Helyesen teremtesz kapcsolatot? Helyesen cselekszel? Mi a helyes? Amit elmondtál, a közös cél, az a helyes. Abban mindannyian egyetértünk, azt követjük, minden egyes csoportnak, társaságnak, entitásnak van egy célja, egy lét célja. Aki egyetért azzal, támogatni tudja, az ott van, és ezért ő is támogatást és fenntartást kap. Tehát tudatosítani kell az emberekben, hogy valójában mit mondanak, mit tesznek, milyen gondolatok és érzelmek vezetnek ehhez. Nem nélkülözhető a tudatszint emelése. Már nem alibi az, hogy bocsáss meg nekik, uram, mert nem látják, hogy mit cselekszenek. Hát látni kéne. Úgyhogy láttasd velük. Jó? Hálásan köszönöm. Szívesen. Hogyan tudom a saját belső feszültségeim okát, eredetét felismerni? Elmondom, Például most is te ideges olyan vagyok egyébként. Nagyon röviden, elmondom. <laughs> Igen. Gyors lesz és fájdalommentes. A feszültségednek az az oka, hogy megszülettel. Nagyon mélyen tudod, hogy meg is fogsz halni. A két céldátum között, óriási mennyiségű karmád dolgod, elintézendőd és megvalósítandód van. Ezeknek még nem jutottál a végére. Ez a feszültség harmadik oka. Ebből a feszültségből, hogy mi vagyok, de mi szeretnék lenni, mit tettem és mit akarok tenni, ez az akarat. Tehát a dolgod az lenne, hogy ebből a feszültségből, lásd, elektromotor, elképesztő feszültség az akkumulátor két pólusa között, ezt tessék szíves az álló részbe és a forgó részbe bevezetni, pozitív és negatív, és akkor az egyik az elkezd forogni, a másik pedig még jobban állva marad. Magyarul az akarat elindul a megvalósulás, vagy a felsülés útján. Tehát tessék a feszültséget cselekvésre váltani. Akkor az akaratod megmutatja azt, ami benne rejlik, amiért itt vagy, amit meg szeretnél élni, akivé válni szeretnél. És innentől kezdve a feszültségből energiabefektetés lesz. Ha nem, akkor egyszer csak fölrobbansz, vagy összeomlasz, attól függ, hogy épp milyen energiafolyamat van. Tehát vannak, akik így remegnek, mert nem tudnak cselekedni, vannak, akik így összeomlanak, és ilyen kis tócsává összemennek a padlón, mert nem tudnak cselekedni. Oké? Okay? Tehát nézd meg a feszültségnek az okát, és akkor megtalálod a célját is. Oké? Okay? Szívesen. Kérdésem az lenne, hogy emberként, akár kisbetűs, vagy nagybetűs emberként, mit tegyek, mit tehetek, vagy mit ne tegyek, hogy kiléphessek a születés-halál körforgásából. Ha megmondod, hogy mit tennél azután, hogy kiléptél, akkor elmondom. Én azt hiszem, hogy... Lob Logatnád te... a testen kívüli lábadat, és kész. Boldog lennél, hogy nem kell születni és meghalni. Így van? Igen. Úgy Akkor gondolom, nem hogy boldog el. lennék. Akkor nem mondom el. <laughs> hát én azt hiszem, hogy nem lehet az olyan rossz. Hát ugye ott van... Nem lehet az butha. olyan rossz. I de. Butha, Jézus, vannak ott egy páran. Honnan tudod? Te mondtad. <laughs> én nem mondtam az A tudatállapot, az igen, hogy találkozol-e velük. Nem, nem az a lényeg. Lehet, is, hogy, hogy az teremnek találkozni. egy másik részében ülnek. Egy másik szobában, hogy... és soha nem látod őket. De a te asztalod is fehér. Tehát van ez a hat szint. És fölötte a négy. És, és fölötte, na oda, hogy lehet oda kerülni. Egy ember, vagy, vagy várni kell a kegyelemre, hogy ezt... Arról már sok drámát írtak. előbb várva, címűtől kezdve, nagyon sok mindent nem jött be. Honnan van a hat keletkezett világ? Honnan keletkezik? Kell -e egy forrásnak. Bizony. Mi ez a forrás? Hát a vallásos neve Isten. A vallásos neve Isten, ettől lett tapasztalatod? Mi, már mitől? Tapasztaltad Isten csak attól, hogy kimondtad? Nem. 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 nem hát nem, akkor nem, nem megyünk olaj sokra. Nem. Na mi a forrás? Nagyon jót kérdezel. Ugyanis nyugat azt mondja, az egész világegyetemet Isten teremtette, Kelet azt mondja, hogy az egész világegyetemet a tudat teremtette. Egyiket sem megyünk semmire. Mi az a forrás, amiből az Isten kép vagy a tudat kép kijön? Hm. A most. Ha gondolkodsz, benne vagy a hat keletkezett világ élet és halál körforgásában. Ha nem gondolkodsz, és visszatérsz a nem tudhatóba, akkor meghaladtad a születést és a halált. Köszönöm. Szívesen. Később találkozunk. Oké. Okay. Egyéb kérdés? Én a bevezető után egy kicsit úgy éreztem, hogy bajban vagyok. Én nem érzek, illetve nagyon kevés ember iránt érzek empátiát kizárt dolog. Ahogy ott együttműködtél velem, amikor a statívot, a közönséget az előadás érdekében kicsit terelgetni kellett. Tehát olyan együttérzésről tettél tanúbizonyságot, hogy ez bőven elég. Miért mondasz ilyet magadról? Hát az állatok iránt jobban érzek. Az más. Az nem jelenti azt, hogy az ember iránt ne. Csak mondjuk te jobban szereted a madárkákat, a kígyókat, a kutyákat, a macskákat vagy a delfineket, mert sokkal kevesebb velük a baj. Ez így van. Ezekkel kevesebb a baj, mint az emberekkel. De nem azt tudják nyújtani, mint az emberek. Az állatok csak állati módon viselkednek, még akkor is, hogyha szuper cukorgombócok, nagyon intelligensek, és pont azt csinálják, amit te akarsz. Az ember az egy sokkal paradoxabb lény, Azért érdemes megküzdeni az emberi jelenséggel, mert csak az embertől kaphatsz emberi dolgokat. Tehát emberi intimitást, emberi jó szót, emberi világosságot, emberi együttérzést, emberi bölcsességet, ez csak embertől kaphatsz. Ezért érdemes küzdeni. Magunkkal, főleg, néha egy kicsit másokkal is. Az a fontos, hogy magaddal többet küzdjél, mint másokkal, az jót tesz. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Bennem az feszül, így próbáltam magam megfogalmazni, amíg így hallgattam a kérdéseket is, meg, hogy ö, azt érzem időnként, hogy a helyemen vagyok, vagyis úgy alapból mondjuk, hogy a helyemen vagyok, de jön egy-két probléma, vagy egy konfliktus, vagy ö, ö, valakivel valami összetűzés, vagy nézeteltérés, és ez kibillent ebből és az annyira el tud hatalmasodni rajtam, hogy na, akkor nekem váltanom kell, és hogy... Ö, Mit? Nem ismer itt senki. <laughs> csak Rossz hírem van, te ismered magadat annyira, hogy most elvörösödj. Jó, ez egy, tudom, ez egy kisváros, mindegy, szóval munkahely. Ö, csak munkahely? Csak az munkahely. Az semmi. Ö, Cs csak az életünk ö, egy része, igen. De nem a legintimebb, hidd el. Na <laughs> mindegy, szóval, ö, tehát amikor egyrészt azt érzem, hogy helyemen vagyok, és azt csinálom, amit szeretek, de ha konfliktusok, vagy ö, nézeteltérések, vagy nézetkülönbségek ö, közbeszólnak, vagy bejönnek, akkor azt érzem, hogy váltani kell, és menekülni kell, és nem tudom megoldani. Te vagy a főnök, vagy nem? Nem. Ebből kiderült, hidd el. Csak a helyet. Mit akarsz váltani? Munkahelyet, ruhát, gondolkodásmódot, beszédstílust, vagy pedig cselekvésmódot? Nem vagy te egy kicsikét konform ott, ahol nem kéne? Vagy ott lázadó, ahol nem kéne? A kettő egyébként egymásból következik. Tehát rossz engedményeket teszel, nem húzol ott határt, ahol lehetne, és mert ezt nem tetted meg, ezért lázadsz ott, ahol felesleges. Na, most mit akarsz váltani? Tanítót? Azt is lehet. Ez az elmélyedés, ez a tíz másodperc befelé fordulás, te ez aranynál többet ért. Szoktam, szoktam befele fordulni. De nem eleget, Meg... de nem eleget, még egy kicsikét megtartni. A tűz azért ott, ott van benned rendesen, és ezt a tüzet néha nem tud szabályozni. És robbansz. Tehát tessék szíves, az atombombából atomerőművet csinálni. A tantien ez itt a grafitrúd, úgyhogy ez szépen így bele a reaktorba, pont annyi hasadás lesz, amennyi kell. Mert az az anyag, ami nem hasad, az egybe marad. Tehát mennyi dualisztikus karmát gyártasz le egy adott pillanatban? Mennyire szólalsz meg a csendből? Mennyire cselekszel a nem cselekvésből? Mennyire gondolkodsz a nem gondolkodóból? Mennyire érzel a nem érezhetőből? És néha menj vissza a nem tudomba a sok-sok tudás után, a nem cselekvésbe a sok-sok cselekvés után, vagy néha helyett. Ez a dualitás szint. Egység-dualitás együttható. Túl sok karmát gyártasz le, az egységtudat szétesik, a jelenlét szétesik, a figyelem darabokra megy. Ekkor látod azt, hogy ránézel valakire, és a szemében ilyen kis programsorok futnak, és a lelkének a töredék százaléka van a testében, a többi valami absztrakciós pokolban valahol odakint. Mennyi dualitást gyártasz le? egy pillanatban. Ez azért fontos, mert a mások felédvetített dualitásai, ellentétekre szakadt gondolatai és érzelmei ezt bizony igénybe veszik. Tehát minél szilárdabb és egységesebb vagy belül, zenül szólva, minél erősebb a középpontod, annál jobban el tudod viselni mások hülyeségeit. Látod, nem hagy idegen, de nem reagálsz és nem azonosulsz. Minél erősebben reagálsz mások karmájára, annál erősebben azonosulsz vele. Tessék emlékezni rá, amikor éppen pofán vágni készülsz valakit, vagy veszekedni, vagy üvöltözni, vagy azt, hogy neked most csak igazad lehet, és nem engedsz a 21 be ez az, amikor a személyiség egészséges határfelülete, a kis sejthártyája egy betonkemény egófallá szilárdul, nagyjából egy mikromásodperc alatt. Ekkor egy kicsi két hátrébb lépni, engedni ezt a falat picikét visszalazulni, és megint lélegezni, megint látni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki keresztül megy rajtad, nem erről szó. Úgyhogy nézd meg, hogy hol lázadsz és hol engedsz. Hol nyitsz kaput a falon, és hol mész neki erőből, mert neked megvan az az enyhén makacs tulajdonságot, hogyha valamiben hiszel, akkor annak a nevében így neki mész a falnak, és látod, hogy ó, hát vérzik a homlokom gondosan hátralépsz 5, 6, 7 lépést, és kettőzött erővel ugyanazon a ponton bevered a fejed megint. És ezt kéne abba hagyni. Jó? Köszönöm, magamra ismertem. Na hát, pedig tényleg rólad beszéltem. Egyéb kérdés? Igazából azt a felelősséget érzem magamban a jelenlegi helyzet világnézet alapján, hogy a mai fiatalságnak valahol felelősségünk segíteni. Nem csak saját felelősségemnek érzem, hanem úgy gondolom, hogy a mi generációnk felelőssége ez, mert csak addig tudunk segíteni, amíg mi vagyunk és segíteni tudunk. De egy esetleges, komolyabb változást egy-ötven év múlva történik, akkor mi már ezt a segítséget nem feltétlen biztos, hogy meg tudjuk adni és nem hibáztatva a mai fiatalságot, mert ugye ők beleszülettek egy nagyon kényelmes, egyszerű életben. Nem születtek egy kényelmes és egyszerű életbe. Itt a legnagyobb a különbség az illúzió a valóság között, ugyanis úgy tűnik, mintha egyszerű és kényelmes lenne, valójában soha volt ennyire bonyolult, kiismerhetetlen és szenvedésekkel teli, csak a szenvedés átment máshova. Most mondd el nekem, Légy szóval, hogy hogyan szeretnél segíteni. Hallgatlak. Tehát most ö, gyakorlatilag én abból kiindulva, hogy ö, nagyszüleim szavait halva, ahogy ők egy önfenntartó életet ö, tudtak élni, és nagyon egyszerű ö, bölcsességekkel, de nem féltek a jövőtől. Tehát ö, igazából a kérdés ott merül föl bennem, hogy a mai fiatalság, ha egy olyan helyzet adódik, tud-e önfenntartóan élni? Tud-e közösségbe ö, ö, Összetartóan, egymás segítve, mint ahogy régen családok vagy kisebb közösségek egymás segítve, önzetlenül, és nem különbségettéve, vagy nem anyagi vagy egyéni érdekeket előtérbe helyezve. Most talán én úgy érzem valamilyen szint, hogy ez a mai társadalomból elveszett. Tehát egy, egy értelmetlen versengés van, egy első szinten önös akarat. Viszont egy nehéz helyzetben ez nem biztos, hogy elég a túlélésre. Városban élsz, falun vagy tanja? Én városban születtem, négy éve faluba költöztem. A faluban egy falu közösségben élsz, vagy egy házban csak családoddal? A falu közösségben. Oké. Okay. Milyen szellemi áthatás, vagy bármiféle szellemi közösség van a faluban? Hát mivel én a múltját nagyon nem ismerem, én négy éve lakom ott, de én magamról azt mondhatom, hogy én nagyon jól érzem magam a közvetlen környezetemmel, és én ezt látom, hogy. Bocs, nem erről kérdeztelek? Azt kérdeztem, hogy amikor azt mondod, hogy ne önérdekből cselekedjen, annak van-e bármiféle szellemi megalapozott háttere, amit mindenki elismer? hát talán mint Szellemi megalapozott hát, én úgy, úgy gondolom, hogy hogy mindenki az anyagi javait gyarapítja, Ez és egy ezáltal anyagi érdek, anyagi közösség. érdek, így Nem van, az, nagyobb kérdeztem. autó, nagyobb ház, nagyobb és a közösségek rovására vagy az emberi kapcsolatok rovására megy. Akkor viszont ugyanazt fogják az emberek eljátszani játszani nagy részt, csak ugye van ház mint bárhol egyéb helyen a világon. Tehát hidd el, hogy ebben az iparákban úgy kb. 32 éve ott vagyok, a közösségi gyakorlat és a közösségi élet során láttam három kultúrában, városon, falun, hegyen, völgyön, hogy ez hogy megy, és hogy nem megy. És ez általában úgy megy, hogy egy nagyon nyitott, de nagyon határozott csoport, akik valamilyen transzcendens tanítást követnek, mert ez az oltár, amin az egoitásuk közösen feláldozható, elégedhető, és ez az egoitás nem az életed és nem a személyed. Csak azok az önös érdekek, azok a tévedések, azok az illúziók, amelyek által csak önérdek van. Csak önzés van. Hogyha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor akárhol élünk, bezárjuk magunkat egy olyan világba, ahol mi jól érezzük magunkat, és a másikhoz nem jutunk át, ekkor segítséget sem tudunk adni és kapni. Az ilyen közösségek, amikről beszélek, viszonylag nehezen élnek, nehezen állnak össze, mert mindenki csak a saját szabad döntéséből tud oda bekerülni. Nincs semmiféle térítés, csalogatás, meggyőzés vagy egyebek, informálás van, de ilyen egyéb kicsit invazív taktikák nincsenek. És itt van egy paradoxon, tehát hogyan tudod úgy tanítani az embereket, hogy valójában nem arra kíváncsiak, amit te mondani szeretnél. Tehát ekkor kell több évtized munka, hogy közeledjen az, amit te mondani akarsz, és az, amit az emberek hallani akarnak. Úgyhogy, ha van közös tudatforma, ami csak szellemi szinten indulhat, és csak valami szellemi gyakorlattal tartható tisztán, akkor ez a közösség megvalósulhat. Ha nincs egy közös út, egy közösen gyakorolt lelkiség, tudatosság, akkor mindenki visszabújik a falai mögé, amikor éppen az önérdeke azt kívánja. Szunkszerzen mestert megkérdezték, hogy mi a legnehezebb gyakorlat? A 90 napos közös elvonulás, Koreiú cse? Azt mondta, nem, hát ez olyan, mint egy hajó kirándulás. Megvan a kapitány, a fedélzetmester, az első tiszt a szakács, és te teszed a dolgodat, vagy matróz vagy, vagy utas vagy, mentek 90 napig a tengeren, aztán kikötöttek újra a templomnál. Akkor a száznapos egyéni gyakorlat? Á, hát az olyan, mint egy darma vakáció. Fölmész a hegyre, követed az időrendet, amit kidolgoztatok a tanítóddal, teszed a gyakorlatot, minden karmádat fölhagyod, és egyszer csak lejössz, mert vége van akkor a templom és világi élet, mondjuk egy zenközpont a városban, vagy egy templom a hegyekben, amikor világiek is ott vannak, és kiállnak dolgozni. Nem, nem, nem. Az egy nagyon-nagyon világos és jó követhető életforma. De mester, akkor mondja már meg, mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, az emberi együttműködés. Ez. Ugye rátapintottál a lényegre, de nem szabad körbe-körbe járni, mint ugye macska a forrókása körül, hanem Hogyha tényleg közösségről van szó, akkor rendszeresen letisztázni, hogy mit akarsz, miért vagy itt, mi a célod. Tudjuk-e egyeztetni a céljainkat, a látásmódunkat, a cselekvésmódunkat, az életmódunkat? Tudjuk-e? És ez nem uniformizálás, hanem az egyén és a közösség egyensúlya, az autonómia és együttműködés egyensúlya ahol mondjuk van egy egészséges emberi tartás, de ez nem annak a rovására, mert hogy a másikat ne lássam meg, ne érezzek együtt, és ne tudjak együttműködni vele. Lehet-e úgy újra és újra ismételni két embernek ugyanezt a helyzetet, ha csak az egyik őjük nem tudatos? De mondjuk a másik már látja, hogy jó. Lehet, ez újra, Mert újra, a nem újra, tudatos újra. az lehúzza. És hogyan lehet ebből kiszállni? Fel kell menni a kis, a kis fejét a tudat küszöbb fölé, hogy ő is lássa, Hát nélküle nem száz ki. De ha benne nincs empátia. és. De ő... benned van, és ez nem baj, csak ez kötelez. Ez a kategórikus imperatívus, ugye? Hát ez ugye Immanuel a Kant elmondta, és hát ez olyan messze van még a végcéltól, hogy nagyon, de legalább egy jó kezdet. A, nézz utána a kategórikus imperatívus 19. század vége. Megjegyeztet. Mostanában lehet, hogy nem tanítják, jól is nézzünk ki. Mi még ezt tanultuk. A lényeg az, hogy ha te korrekt emberi együttérzéssel bírsz, akkor nem hagyod a küszöb alatt a másiknak a kis fejét. És a szenvedésének a mértékében válik minden ember taníthatóvá. Tehát ismétli a saját hülyeségeit, újra termeli a traumáit magának és másoknak egyaránt. Két kérdés. Magadért ezt most abba hagynád? Ha nem, másokért ezt most abba hagynád? Mert hidd el, hogy nekem már elegem van. Feleslegesen viszed az energiát az, hogy újra és újra hülyeségeket csinálsz. De szerintem én csinálok hülyeséget. Ennyire önkritikus vagy? É én? Hát, hogyha azt mondott hogy te, hogy te csinálsz hülyeséget. Ő szerinte. Ja, ő szerinte. Ő szerinte. Jaj, de szép. Akkor beléptünk a projekciók elvarázsolt kastélyába, és meg kell találni a tükröket. Lehetőleg azt, ami nem torzít. Uh -huh. És akkor el kell vele beszélgetni, hogy na, azt mondod, hülyeséget csinálok. Mi az? Mitől az? Nem Csak lehet azért, mert nem velem. tetszik? Dehogy nem. Elvonul, csendben marad, semmi empátia. De hogyha ő csendben marad, akkor nem mond neked semmit, így van? Á, hát arra ne, arról azért van véleményem, igen. <kül> Azt én elmondom. Szerintem te túljártál a saját eszeden. Ugye? Ha valaki párbeszédre képes, akkor beszélj vele, ha nem, akkor viszont semmi, de semmi nem jut el tőle hozzád, tőled hozzá. És kész. És aztán újra ismételjük. Te nyugodtan kiszállsz belőle. Ne mentsem meg. Megmenthető? Ha szeretem, mondjuk. Ha még jobban szeretem. Folytasd, akkor? Se biztos. Ezt most egy kicsikét túl gondolod. Szoktam. Megmenthető? Kér segítséget? Ha nem kér segítséget, akkor ne tukmáld. Te ne akarjál megmenteni senkit, mert ugyanabba a pokolba fogsz menni, mint ahol ők vannak. Ha egy kézit kinyúlik a forró olajból, akkor ezt nyugodtan megfogod, mert ő ezt kérte, és kiemeled akarata ellenére senkit nem lehet az adott karmikus szintről följebb emelni, visszafordul, és ugyanoda bele fog zuhanni, sőt, még el is mondja, hogy valaki nem szeret engem, mert nem hagyja, hogy úgy éljek, ahogy én akarok. Ismerős? Tehát akarata ellenére nem lehet megmenteni senkit. Legalább egy picik, egy kis nyitottság, hajlandóság kell, ahhoz viszont némi alázat is szükségeltetik, ez néha egy kicsikét hiányzik. Segíteni és segítséget elfogadni ugyanolyan nagy dolog. És ha szeretetet nem fogad el, akkor is. Akkor te valamit nem láttál jól. Totál egy oldalú kapcsolatban vagy, és azt várod, hogy ez megváltozzon. Sőt, minél jobban nyomod magadat és törekszel, annál kevésbé lesz eredmény. Köszönöm. Mm, szívesen. Amikor az ember szeretné meghaladni a saját ö, korlátolt személyiségét, ö, mert látja, nagyon erősen látja a saját korlátait, viszont az elméje túlságosan erős, és ez a kettő így, így harcol is egymással, meg próbálnak is ö, kiegyezni egymással, mit lehet tenni? Ki ül melletted? Édesanyám, édesapám. Látod? Ez egy fantasztikus jogort, mert, mert látod a... Saját magad 50-50 százalékát. -50 Elsősorban velük kell beszélned. Ugyanis hálát adhatsz, hogy itt vannak. Még élnek. Együtt töltöttetek már 30-40 évet. Úgyhogy a két olyan ember, aki jobban ismer téged, mint te saját magadat, ezen a földön itt van tőled fél-fél méterre. Tessék, beszélgetni. Anya, te hogy éreztél akkor, amikor pont-pont-pont? Apa, hogy gondolkodtál akkor, amikor pont-pont-pont? Milyen korlátokat tapasztaltál? Hogyan haladtad meg ezeket? Döbbenetes, hogy le tudunk úgy élni egy-két generációt egymás mellett, hogy érdemben ilyen mélységig nem beszélünk. Mit vacsorázunk, hová megyünk nyaralni, hogy fizetjük be az adót, mit olvastunk a fejléces levélben, mit csinált a szomszéd, náncsinénit miért nem szeretjük, palibácsit miért szeretjük, honnan jön a pálinka, a sonka, a kenyér, a kukorica, ezt igen, de az, hogy mi van bennünk, azt nem. Itt az ideje. De hogyha ilyen szépen eljöttetek ma egy ilyen előadásra, akkor gondolom, hogy itt egy kicsit nyitott kapukat döngetek, de az azért látszik, és ezért is mertem tisztelettel rákérdezni, hogy nem vagy egyedül. Tehát nem maradj magadra ezzel a problémával, és nézd meg, hogy ezek a korlátok egy generációval följebb. Hogy voltak? Apa és anya milyen választ talált rá? Ők hogy látják a te törekvésedet? Úgyhogy nagyon ritka az, hogy mindkét szülő itt legyen a gyermekkel egy ilyen előadás. Úgyhogy jó a családi karmád. Használd. Köszönöm szépen. Szívesen. Szeretném megtudni, hogy számodra mit jelent az, az a szó, hogy ne, nemzetkarma, néplélek, és hogyan ö, tudunk ebből a dologból a magunk hasznára ö, információkat kapni? Illetve milyen hatással vagyunk mi, és milyenek a visszahatások? Nézd. Nálam sokkal tudósabb és jobban látó emberek a csoportkarmát, azaz a nemzeti identitás köré csoportosuló karmát szemügyre vették. Én most nem fogok különböző listákat állítani, hogy én hogy látom ezt. Mindenkinek javaslom a következőt. Ahogy Ikerpárunk esetében javasoltam a kérdést, hogy miért születtünk egy anyamébe? Mi a dolgunk egymással? Úgy, tessék mindenkinek föltenni a kérdést, miért születtem magyarnak? Mi az, ami ide vonzott engem? Mi az, amiben én azonos és különböző vagyok, honfitársaimat vagy magyar nemzetársaimat illetően? És akkor ki is derülhet, hogy mi a dolgod itt. Ugyanis ha ez nem világos, hogy miért születtél magyarnak, akkor a karmád jó része, pont a csoportkarma, az teljesen fedett marad. Látnod kell, hogy ha tetszik, ha nem, ez megtörtént, magyar testbe születtél, magyar karmájú lélekkel. Pont ide passzoltál ebbe az eléggé kesken sávba, ami túl íg a magyar. Miért? Mit hoztál te a hátizsákban, amire csak a piros fehér zöldet lehetett rávarni születés előtt, és landoltál is? Mi az? És éppen ezért mi az, ami azonos és különböző bennünk? Mi az, amit ebből te meg szeretnél változtatni magadban? Mert ha ezt megteszed, akkor segítettél magadon és a nemzeten is egyaránt. De ha magadban nem változtatod meg, akkor azt a külvilágban sem tudod. És éppen ezért óvakodjunk attól, hogy honfitársainkon kérjünk számon olyan eredményeket, amelyeket magunk mi még nem értünk el. Úgyhogy a karmának az ok és okozati működését Csoportszinten, családi szinten, a párkapcsolat kontextusában és egyénileg is érdemes látni. Ha ezt mi jól látjuk, akkor megtalálhatjuk az utunkat, felébredhetünk, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve a honfitársainkat is. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszön. Köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy együtt fogunk gyakorolni az úton és egy magasabb szintű tudatállapottal távozunk, mint amivel idejöttünk. Köszönöm szépen!